Hogy ezt a várost már harmadik alkalommal tisztelik meg látogatásukkal, és részt vesznek a halasi versenyen. Még nagyobb az örömöm, hogy a harmadik alkalommal a Csipkeszálloda a konferencia terme adhat helyszínt ennek a rangos eseménynek. A kollégáimmal megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a verseny is sikeres legyen, és jól érezzék magukat. Hölgyeim és uraim, igazgató úr, fölvezető gondolatait hagyj folytassam azzal, hogy amikor erről beszéltünk, hogy itt néhány szavas köszöntőt mondjak, hát végig gondoltam, hogy engem vajon miköt rejtvényfejtéssel. Rájöttem, hogy édesapám jó régen, de füles újságot már rendesen járatta, és kiváló rejtvényfejtő volt, most így visszaemlékszem szép emlékére. Hát sajnos én nem folytattam az ő igencsak hasznos és okos időtöltését, talán nem is mondanám időtöltésnek, hanem egy olyan elme játéknak, amit szerintem mindenkinek meg kéne próbálni, akár régen, akár a most, vagy a jövőben. Én nagyon hálás vagyok Önöknek, hogy halas választották, és a harmadik kupa, amit itt láthatunk már az asztalon, ott szépen sorakoznak, és az egyéb gyereményjátékok is talán-talán rábírják Önöket arra, hogy nem csak a harmadik, hanem a negyediken is már itt lesznek. Én a magam részéről kívánok Önöknek nagyon-nagyon hasznos együttlétet, egy igazi szabad és igazán gondolkozó közösségként, itt Kiskunhalason, a Csipke városában, remélem Önöket legközelebb is itt láthatjuk. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és igazán kellemes játék. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az évad első versenyén, és nagyon szeretném előre is megköszönni a rendezőknek, szervezőknek, polgármesternek, igazgatónak azt a munkát, és természetesen a többieknek is, amit annak érdekében végeztek, hogy itt lehessünk Kiskunhalason. A kulisszatitkot nem gondolom, hogy nagy baj, hogy elárulok, hogy gyakorlatilag a szervezést már novemberben elkezdték, és gyakorlatilag folyamatosan bombáztak engem e-mailekkel, pedig sokkal jobb lett volna inkább szundikálni, hogy biztos lesz, jó lesz ez a terem, így elegendő lesz a szék, mi legyen a szendvicsen, ezt nem kérdezték meg, de akár ezt is megkérdezték volna. Úgyhogy nagyon remélem, hogy tényleg mindenkinek tetszeni fog, egyelőre az idő is szép, úgyhogy örülünk, hogy itt lehetünk.